Számos civil szervezet végzi tevékenységét évek óta, hogy változást hozzanak közösségeik életébe, ezért országszerte így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is minden év februárjában díjazzák a legkiemelkedőbb egyesületeket. Idén negyedik alkalommal ítélte oda a díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei civil közösségi szolgáltató központ. Minden településen a 400 fős vagy akár 70 fős kisfalutól a 100 000-es nagyvárosig mindenütt ott vannak a civil szervezetek, és ezek a civil szervezetek nagyon komoly munkát végeznek. Ilyen komoly munkát végez itt Mátészalkán és az egész szatmári térségben, a történelmi Szatmárban a Szatmár Néptánc Együttes. Mára már szinte minden településen, minden generáció ismeri őket. A mozgással és a tánccal nem csak kultúrát adnak át a fiataloknak, hanem közösségi életet is biztosítanak számukra. Sőt, még a hagyományokat is ápolják. Ez pedig különösen fontos a modern társadalomban. Gyerekek, felnőttek, szülők és gyerekek együtt táncolnak, együtt mulatnak, együtt mulatják az időt, hiszen nagyon fontos, hogy ne veszünk el a világból, hogy ne csak a telefont pörgessük, hanem közösségbe éljük meg a mindennapunkat. És ez a közösség a végén egy nemzeti identitás lesz, egy nemzettudat. Ezeknek a civil szervezeteknek, amiket most is kitüntettünk, ezeknek ez a küldetése, és mi ezeket háláljuk meg. Néha pénz nélkül csak egy jelképes dolog, de azt gondolom, hogy fontos, hogy megszólítsuk őket. Az 1978-ban alakult Szatmár Táncegyüttes, amely később zenészekkel és kézművesekkel egészült ki, nemrég a megyei Prima díjat vehette át, most pedig a civil díjat tarthatta büszkén kezében az egyesület vezetője. A kicsi gyerekekkel kell felmenő rendszerbe foglalkozni, és erre partner Mátészalkai, illetve a környékbeli általános iskolák intézményei is sorolhatnám, tehát ha kicsi korba a gyerekeket megismertetjük ezzel, illetve felkínáljuk nekik nyilván a 21. századi mindenféle mellett. Ez a kötelességünk és ez a felelősségünk, hogy ezt megtegyük, mert ha nem ismerik meg a gyerekek ezt, akkor nem is tudják, hogy létezik. És ha ezt felmenőrendszerbe, akár a művészeti iskolán belül, vagy a táncegyüttesen, vagy a kézműveseken, vagy a zenészeken belül tudjuk ezt megcselekedni, akkor biztos, hogy ennek lesz hatása. Nyilván ehhez elkötelezett ember kell, aki szívvel, lélekkel ezt csinálja, és a lelkéből ad. Mint az egyesület elnöke fogalmazott, ha megszeretik a fiatalok azt, amit látnak, hallanak és átélnek, akkor jó esély van rá, hogy visszatérjenek szülővárosukba, hogy aztán újabb generációknak adják át a tudást. És egy kulturális közösségépítő egyesületnek ez kell, hogy legyen a legfontosabb célja.